Üdvözlök mindenkit, ez itt a Spárséb receptverseny harmadik fordulója. Ugyanúgy, mint a korábbi adásokban, én is 5 alapanyagot kaptam a Spártól, amiből igyekezni fogok egy finom vacsorát elkészíteni. Az 5 alapanyag a száraz bor, olívaolaj, száraz tészta, tonhal és túró. Ezeket én kiegészítettem zöldségekkel is, hiszen az a cél, hogy ebből az 5 alapanyagból minél több finom étel készüljön. Mindenki küldje be a receptjét, sok sikert kívánok! Elsőként felmelegítem az olívaolajat a serpenyőben. Beleteszem a hagymát, és kissé megpirítom. A hagymának nem kell teljesen puhára puhulnia, elég, ha kicsit megpirul, és mehet bele a fokhagyma. Ezután következik a sárgarépa, ez fő meg a leglassabban, és az eller. 3-4 percig pirulnak, és jöhet bele a többi zöldség is. Jöhet bele a bor, amit addig főzök, amíg az alkohol tartalma elillan. Beleteszem a paradicsomot is. Közben most már el lehet kezdeni a tésztát is kifőzni. A tonhallal már csak épp addig hevítem, amíg átmelegszik. Kifőtt tésztát hozzákeverem, és ezzel gyakorlatilag el is készült az étel. Már csak a túró hiányzik a tetejéről. Vegyetek részt ti is a versenyben, töltsétek fel receptjeiteket. Jó főzést és jó étvágyat kívánok!